Ulyán Zsolt plébánossal arról beszélgettünk, hol is tart az új katolikus temetőben a búcsúztató hely építése. Már az utolsó simításoknál tartanak, de még a környezetet is rendezni kell. A búcsúztató főépület, amiben gondolkodnak, hogy az üvegkereszt, ami bele van építve a lezáró falba, oda színes fúliát tesznek, hogy megtörje a fehérséget. Lassacskán pontot teszünk a végére is, A mondhatom, hogy talán az utolsó simításoknál vagyunk persze a környezetet is még rendezni kell, tehát a búcsúszható épülete fölépült, ami még hátra van, illetve amit benne így gondolkodunk, hogy a üveg kereszt, ami bele van építve ott a lezáró falba, ott egy színes fóliát gondoltunk, hogy teszünk erre a keresztre, ami megtörít ennek a fehérségét, de egyébként így olyan Végnéztük, így is szép a, és sokat mondó ez az üvegkereszt kereszt ebben a falban, é, illetve az oszlopoknak a lábozatait kell még rendbe tennünk, illetve a madarak ellen, a galambok ellen is védekezünk, tehát még a, ezekre az összekötő oszlopokra kerül majd ilyen jellegű védő és aztán rendezzük a terepet, és elindítjuk a használatba vételi engedélyt. Reményeink szerint minden szentekre ez elkészül. A beruházás elsődleges forrása ennek a közösségnek az ereje, és a város részéről is kaptak támogatást. Az elsődleges forrás, amire én büszke vagyok, ennek a közösségnek az ereje. Persze a város részéről is kaptunk támogatást. Volt több nagy lelkű adakozó itt az Egyházközségből a híveink közül, tehát mindenféleképpen együttes erő. Az Egyházközségnek volt egy kis anyagi része, amiből szintén erre fordítottunk, és volt egy pályázat, ami 4 millió forintot adott erre a beruházásra. De ez, ez körülbelül az a teljes építkezésnek, kevesebb, mint a negyedét tette ki. Tehát most így, ahogyan a számokat nézzük, ilyen több mint 17 millió forintba került, hogyha a terveket is hozzáadjuk, akkor már közel 19 millió forint, ami bekerült ez, a, ez az épület. A város részéről is kaptunk segítséget, amit ezúttal is szeretnék megköszönni főként itt a városgazdálkodásnak, a térborkolatnak a köveit kaptuk a, a várostól, illetve a, a, tereprendezésben kaptunk még segítséget, meg hát számítunk a jövőben is, hogy a városi módon tud segíteni. Gulyás Zsolt köszöni Pánti Ildikó képviselő és Gyurcsák János alpolgármester támogatását az új katolikus temetőben lévő kereszt helyreállításában. Még egy nagyon fontos dolgot szeretnék megemlíteni és a köszönetemet kifejezni Pánti Ildikó képviselőasszonynak is, Gyurcsek János alpolgármester úrnak. Ők kezdeményezték, hogy a ókatolikus temetőben lévő kereszt, amelynek a ajzata tönkrement és ilyen omlásnak indult, az zenbe lett hozatva. Hát ezt is majd szeretnénk megáldani az új épülettel együtt. De ennek a ünnepségnek, vagy megemlékezésről, megáldásról majd mindenféleképpen szeretnénk tájékoztatni a lakosságot. Én szeretném megköszönni a, a, lakosságnak is a támogatását, mindazoknak, akik örülnek annak, hogy, hogy gazdagabb lett itt az temető, és hát az volt a cél, hogy egy méltóság teljes kegyeleti helyet alakítsunk ki, hiszen az a cél, hogy akik ott akár az új katolikus, új katolikus temetőbe temetkeznek, azonnak legyen egy méltó hely. Később urnafülkéket is szeretnének elhelyezni a búcsúztató épületben.